Heti Hetek. A Hetek című országos közéleti hetilap hírelemző magazin műsora. Újságírók, publicisták és szakértők vitatják meg a hét legfontosabb, legizgalmasabb és legabszurdabb történéseit. Heti Hetek. Parázsviták, izgalmas szempontok, elhallgatott háttérinfók. Hírelemző magazin műsor a Hetek újságíróival minden pénteken. Műsorvezető Tíce Debóra. Nagy szeretettel köszöntjük a Heti Hetek hallgatóit, hát ismételten eltelt egy hét, és ez alatt, az egy hét alatt talán még sose történt annyi minden, mint most, legalábbis korábban. Azt hiszem, hogy ha azt mondom, hogy koronavírus, akkor már senki nem lepődik meg, viszont annál inkább pánikol. Meglátjuk, hogy ebből a pánikból tudunk-e visszafogni most az elkövetkezendő percek során, viszont mindenképpen egy részletes hát beszámolókat, tájékoztatókat fogtok hallani tőlünk, kedves hallgatók, és ebben segítségemre van egyik kollega, Sebestyén István, Hetek rovat vezetője, szia! És ő fog nekünk egy picit beszámolni első körben arról, hogy milyen mellékletet csináltunk a Hetekbe, ugyanis van egy komplett melléklet, ami a koronavírussal foglalkozik, úgyhogy első körben egy picit talán azt mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy mik szerepelnek ebben a mellékletben. Hát ugye, ahogy utaltál rá, egy héttel korábban még senki nem gondolta, hogy 10 oldalon fogunk foglalkozni a Hetekben a koronavírussal a mostani számban, mert hogy mindenki azt gondolta, hogy ez nagy részt, vagy többé-kevésbé Kínán belül tartható. Aztán a hétvégén Olaszországban ugye karantént hirdettek, két helyen is összesen 50 ezer embert helyeztek, úgymond vesztek zár alá, tehát karanténba, és hát a Hetekben igyekeztünk nagyon sokrétűen feldolgozni ezt. Írunk arról, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a második hullám így beindult, tehát, hogy Európa, ahogy Falus Ferenc korábbi tisztifőorvos fogalmazott lapunknak, elvesztette a küzdelmet a vírussal szemben, tehát nem tudtuk azt megakadályozni, hogy bejusson a kontinensre. Mit lehet tenni egyénileg, hogy az ember védekezzen, mire lehet számítani, hogyha jön a tavasz és a nyár, akkor várható-e, hogy lecseng a vírus, vagy éppen tovább fog terjedni. Szóval erről is írtunk, van egy bejelentkezés, illetve egy megszólalónk Wuhan város mellett, tehát ahonnan a vírus elindult, egy ott élő személlyel, akin a neve elhallgatását kérte, talán nem véletlenül. Szóval ő fog nekünk beszélni arról, hogy többek között arról, hogy az áldozatoknak a valós számát valószínűleg sosem fogjuk megtudni, legalábbis a kínai áldozatokét. Aztán a vírus válságról is van egy cikk, tehát hogy a koronavírus milyen hatással lehet az európai, illetve a világgazdaságra, és egy kicsit arról is értekezünk, hogy lehetséges-e az, hogy egyfajta biológiai fegyverként kísérleteztek ezzel a fajta vírussal, illetve milyen jellegű biológiai fegyver kísérletek, illetve biológiai fegyvereknek a milyen jellegű használata történt korábban, tehát erről is lesz egy cikk, úgyhogy szerintem érdemes megvenni a Heteket ezen a héten is, és elolvasni. Most az elmúlt tényleg pár napban te aztán nagyon beleástad magad ebbe a témába, és volt ugye egy Hetek podcast is, amit Mátéval együtt csináltatok, és akkor ott kérdezgettétek a szakértő urat arról, hogy mi is ez a vírus. Benned mi az, ami lecsengett, vagy mi az, ami leülepedett ezzel kapcsolatban? Aggodalmas, tehát hogy vannak benned aggodalmak, és már te is rohansz a Spárba, meg a Tescóba bevásárolni, vagy pedig azt mondod, hogy oké, hát józanul, de azért nincsen annyira nagy gond és probléma. Én azt gondolom, hogy két szélsőség van, tehát az egyik az a pánik, hogy most mindannyian meg fogunk halni körülbelül.
A másik pedig, hogy vannak ugye, akik azt mondják, hogy miért kell annyira ezt komolyan venni, hiszen az influenzában is szezonálisan meghalnak világszerte több százezren egy évben. Na most szerintem a valóság az valahol a kettő között van, tehát én nem gondolom, hogy érdemes pánikolni, és a szakértők is erre intenek, hogy ugye, ha belegondolunk, 100 megfertőződött emberből 97-98 meggyógyul. Uh-huh. És nyilván minden egyes embernek a halála az tragédia, és akár hány éves, mert ugye itt az áldozatok tekintetében az idősek sokkal inkább veszélyeztetettek. Tehát ezt nyilván bagatellizálni nem lehet. Viszont ami miatt ez a vírus talán valóban komoly figyelmet igényel, az hogy nagyon gyorsan terjed, és a fertőzötteknek a körülbelül 20%-a az kórházi ellátást igényel. Tehát egyfelől a világgazdaságot már most elég komolyan megterheli, tehát egy ismerősöm mondta, Angliában csődölnek be cégek pusztán amiatt, mert nem érkezik áru Kínából. Uh-huh. A másik pedig, hogy az egészségügyi rendszereket nagyon erőteljesen leterheli a vírus, amit látunk Kínában is, hogy komplett kórházakat kell a semmiből felépíteni, amit lehet, hogy Kínában meg tudnak tenni. Az egy kérdés, hogy mondjuk Magyarországon ezt meg lehet-e, vagy hasonlót meg lehet-e tenni. Szóval az kétségtelen, hogy foglalkozni kell vele közösségi szinten is, és egyéni szinten is, és hát, hogy a bevásárlásra így rákérdeztél, azért az a helyzet, hogyha mondjuk karantént uh-huh. hirdetnek, mondjuk itt Kőbányán, vagy Budapesten, vagy bármelyik magyar városban, vagy térségben, azért jó, ha van otthon uh-huh. némi konzerv, meg száraz tészta, szóval. Mert bevallom őszintén, én nem szeretnék itt maradni. Tehát, hogy így... Valamelyik nap az egyik barátommal viccelődtünk azon, és most tényleg ne sértődjön meg senki, hogy viccelődtünk ezen, de hogy ugye elméletileg a karanténból való kiszökés az bűncselekménynek számít. És akkor mondta ez a barátom, hogy de semmi gond, hát legalább megvan oldva az étel, mert a börtönben ott mindenkinek van étel. Hát ez is egyfajta megközelítés, sok sikert. Jó, köszönöm szépen. Akkor az igazság, hogy most van egy ilyen meglepetés vendégünk. Észak-Olaszország, ugye ez volt az a gócpont, amitől Európa elesett, mondhatjuk így, és Észak-Olaszországból fogjuk hívni Semperger Kingát, bloggert, aki beszámol majd nekünk nem sokára azokról a helyzetekről, dolgokról, tudnivalókról, ami most Olaszországban történik, úgyhogy mindjárt megpróbáljuk őt felhívni. Háló. Szervusz, én Tice Debora vagyok. Sziasztok. Nagyon sziasztok. Szépen köszönöm, hogy hát felhívhattunk és kérdezhetünk. Annyit hagyd kérdezzek, hogy te pontosan hol laksz? Tehát, hogy hol Észak-Olaszországon belül hol vagytok? Mi Észak-Olaszország keleti tartományában lakunk, ez Friuli Venezia Giulia régió. Ugye, ami Szlovéniával határos, és azon belül Udinében lakunk. Uh-huh. Ami szerintem olyan szempontból lehet még fontos, hogy 80 kilométerre vagyunk Veneto tartománytól, ugye ahol van egyetlen egy picike kis település, amit Vónak hívnak karantén alatt, ami amúgy tőlünk 200 kilométerre van. Uh-huh. Most így nagyon röviden behatárolva. Uh-huh. Amikor kiderült az, hogy van ott Észak-Olaszországban koronavírusos uh-huh. megbetegedett, akkor ezt hogy közölték veletek? Tehát, hogy mondjuk te napközben dolgoztál, és akkor egyszer csak olvastad valamelyik hírben, hogy itt a koronavírus? Ugye mi turisztikai ágazatban dolgozunk, úgyhogy elég sok hivatalos szerve és intézménnyel állunk kapcsolatban, hogy igazából mi hivatalos forrásból tudtuk ezt meg. És ami szerintem nagyon fontos, ugye ennek már voltak azért előzményei, hiszen az olasz kormány volt az, aki leggyorsabban döntött annak érdekében, hogy bármit megtegyenek a vírus ellen, mert például Kínából az első bejövő visszatérő személyeket Olaszországban nagyon gyorsan kontrollálták. És ugye Rómában volt az első eset, ott észrevételezték, amikor is két kínai turista, aki diagnosztizálták ugye a koronavírust, amik azóta elfelépültek. És amikor ez megtörtént, akkor a kormány egy ilyen széphelyzet protokollt állított fel,
így, amiben kialakításra került egy direkt telefonszám, amit lehet hívni. Házhoz tud érkezni például egy teszt kit, amiben ugye ne az legyen, hogy mindenki a körzeti orvoshoz vagy a kórházba kell, hogy rohangáljon, hogyha bárki bármilyen tünetet észlel magán, és egy karantén protokollt is kialakította a kormány egyidejűleg. Tehát akkor tulajdonképpen ti ugyanúgy élitek a hétköznapjaitokat, és figyelitek a híreket, hogy milyen fejlemények vannak, egyéb iránt, hogyha bárki bármit tapasztalna magán, akkor azt jelenti. Így van, tehát nálunk jelen pillanatban tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy így normál olasz életrendmódja szerint zajlik az élet. Ugye március 1-ig lett meghosszabbítva a gyerekeknek a karnevál, meg így a karnevál miatt iskolaszünetnek most a szünetet tulajdonképpen, amúgy pont a napokban egyeztetik azt, hogy ez a március 1 miként lesz tartott, vagy még esetleg tovább húzzák el, de ez egyelőre március 1-ig van hivatalosan kijelentve, és ami például nagyon fontos hivatalos kormányzati döntés, hogy március 13-tól az iskolák számára már újra engedélyezik például az utazást, meg akár az ilyen iskolai vakációkat, vagy csoportos utazásokat is, ami szerintem szintén fontos, hogy például Milánóban a mai naptól már a bárok és az éttermek teljes nyitvatartással vannak nyitva, de például ez eddig is nem volt, hogy bezárták az éttermeket, hanem volt egy ilyen rövidített nyitvatartás. Én akkor ismerőseink voltak, hogy például Milánóban, ahol a Dom téren nagyon sokan ültek kint, és jelezték a jövőt. Kinga, az olaszok hogyan fogadták egyáltalán a vírusnak a hírét, illetve a karantént magát? Mennyire érzékeltetek esetleg ijegységet, vagy pánikot, boltokat mennyire rohanták meg? Ugye nem közvetlen közelében vagytok ezeknek a karantén területeknek, viszont nem is vagytok annyira távol, tehát azért van rálátásotok. Ugye szerintem ami egy nagyon fontos dolog, hogy ugye Olaszország Japán mellett így a világ egyik azt mondom, hogy előregedőbb társadalmai közé tartozunk. Tehát nálunk például minden évben az influenza is eléggé nagy népegészségügyi probléma, és eléggé sokan szokták elkapni. Átlagosan amúgy az olasz lakosságnak ugye 9% az, aki minden évben érintett az influenza járványon, ugye 60 milliós lakosságról beszélünk. Volt olyan év, amikor például 2017-18-ban, amikor 15%-át érintette a lakosságnak, tehát ezt én most csak azért szeretném jelezni, tudom, hogy a koronavírus más, és nyilván nem szabad el bagatellizálni, de hogy alapvetően azért az olasz egészségügyi háttér, meg maga a kormányzati rendszer fel van készülve az ilyen jellegű dolgokra. Természetes, hogy amikor nyilván ez ugye idézőjelben kirobbant, és ugye Lombardia tartományban 10 kis település került karanténra alá, Venetóban pedig ugye egy darab kis település. Nagyon fontos, hogy itt nem egész tartományoknak a veszegzáráról beszélünk, ezt szeretném kihangsúlyozni, hanem 11 kis településről. Természetes, hogy ott az első napokban az emberek elindult mindenki nagy bevásárlás, stb. Ugyanakkor azt is szerintem nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Olaszországban 9500 tesztet végeztek el, tehát a számok azok nem véletlenül olyanok, amilyenek, mert az esetek eléggé pontosan is lekövethetően, tényleg így óráról órára frissítve nyilván vannak tartva. Amúgy ez az ISZ-től Atlantik Hatóra nevű portál az, aki az országnak így a pénzügyi lapja, ahol ezek az adatok megtalálhatóak, és itt folyamatosan lehet követni szinte mindent. Több olyan videót, meg beszélgetést lehetett látni amúgy nálunk az interneten keresztül, újságban nyilván az emberek erről beszélnek, olyanokról, akik ott élnek ezeken a településeken, azt hiszem a Guardian hozott le egy ilyen videót, például angolra fordítva, ahol bemutatják emberek, hogy nyilván most azokon a karanténban lévő településeken nincsenek túl sokan az utcán, de ki lehet menni az utcára, lehet kutyát sétáltatni, és volt olyan, aki elkapta, és arról meséltek, hogy 3-4 nap alatt igazából túl is lettek ezen a víruson. Természetes, hogy én azon, hogy az olaszoknál tudni kell azt, hogy azért a pánik hangulat ez relatív elég gyorsan lecsengett, mi ezt érezzük, mert most már mindenki inkább arra fókuszál, hogy ugye ennek azért
gazdasági és elég sok olyan hatása lesz, amit, amit nyilván most. Ezt akartam is kérdezni, hogy ugye Észak-Olaszország az Olaszországnak a gazdasági motorja. Így van. Szóval hogyan érinti ez a vállalkozásokat, cégeket? Nyilvánvaló, hogy több vállalkozás, több nagy vállalat, ugye ezekben a tartományokban, Lombardiában is, meg van, hogy is hoztak természetesen a kormányzati protokoll a párhuzamosan olyan óv intézkedéseket, hogy volt, hogy egy ideig nem mentek be dolgozni, távmunkában dolgoztak otthonról. Ami szerintem például szintén a mai napnak egy nagyon fontos híre, hogy teljesen konfirmálták és jóváhagyták, hogy április 19-22-ig a Vinitali megtartásra kerül, ami ugye a világ egyik legnagyobb borászati szakmai találkozója, ami szerintem azért nagyon fontos hír, mert ugye volt arról szó, hogy több nagy tömegrendezvény, meg nagyobb kiállítás ugye elmaradt ugye mostani időszakban, plusz tudni kell azt is, hogy például a Velence sincsen karantén alatt tény, hogy a velencei karneválnak, ugye az utolsó két napjában lévő nagyobb rendezvényeket ugye lefújták, meg Velencében is ugyanúgy megy ezért, ugye Velence Veneto tartományban van. Plusz a foci meccs volt még, ami egy nagyon fontos dolog, ugye mert Olaszország balmániás, és ugye a foci meccsek azok az átkapok mögött zajlottak, tehát nem volt nyilvános a beléphetőség a foci meccsekre. Most a napokban egyeztetnek pontosan arról, hogy ez a jövő héttől elvér már pozitív Mi a helyzet a turistákkal? Mert hát mondjuk innen messziről mi ugye azt halljuk, hogy a repülőtéren olyan hű, de nagyon nagy ellenőrzések nincsenek, de most nem csak az olasz repülőtérre gondolok bármelyikre. És hogy az emberek igazából ugyanúgy utazgatnak Olaszországba, sőt, hát a turisztikai szakemberek mondják is, de akkor ezt majd elmondod, hogy ti mit mondotok, de hogy mondják is, hogy nyugodtan menjenek Olaszországba, azért vannak olyan területek, ami egyáltalán abszolút koronavírusmentes. Hogy van ez akkor? Következő, mi amit most látunk turisztikailag, hogy az északi régióknak a síterep részei abszolút érintettek turisztikai szempontból, hiszen ott azért elég sok lemondás történt a mostani hírek miatt. Tehát mi abszolút azt mondjuk, ugye, hogy Lombardia tartomány, amely ugye volt az első nagy gócpontja ennek a vírus résznek, ahol azért nagyon sok síterep megjelenek voltak, hogy nyilvánvalóan ugyanúgy Venetóban is mindenkinek a saját megfontolására van bízva, ugye, hogy saját felelősségére, hogy utazik-e vagy nem utazik. Természetes, hogy az embereknek az alapvető félelmét én azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell érteni, hiszen ez egy vírus, ami terjed, amit nyilván mindenhol próbálnak megállítani. De ugyanakkor a másik oldalát is látni kell, hogy azért ez nem, tehát hogy tényleg nincs amúgy világvége hangulat, mert például Rómában, nálunk itt a régióban is elég sokan vannak turisták jelen pillanat, ugye mi Szlovéniától az első régió vagyunk igazából. A repülőtereken valóban, mi általában, ha közlekedünk, mi autóval közlekedünk amúgy, mi nem tapasztaltunk egy elére még itt semmi problémát. Plusz akikkel beszéltünk, sem tapasztaltak semmi nagyobb problémát. Én azon, hogy ez most jelen pillanatban turisztikailag a sízezont biztos, hogy jelenti. Uh-huh. Nyilván a számokat még pontosan nem látjuk. Uh-huh. Tehát egyelőre becslések vannak, plusz, ami nagyon fontos, hogy az éttermek, a bárok és a különböző vendéglátó helyek jelezték már azt, hogy nyilvánvalóan azért ugye a különböző rövidített nyitvatartási idő vonatkozásában, meg ugye azokon a helyeken, ahol jelezték, hogy rizikófaktoros lehet ugye a nagyobb események találkozása, a többi, ott ugye lecsökkentek nyilván mondjuk az éttermi forgalmak az adott időszak, amikor a dolog felteszi a helyét. Tehát az És mik a várakozások? Azért is kérdezem, mert azért terjed a vírus Olaszországban továbbra is. Tehát mire számítanak nálatok a szakértők, illetve mit mondanak mondjuk a politikusok? Következő, ugye jelen pillanatban most pontosan megnézem, ugye 528 esemény van a koronavírushoz kötötten regisztrálva, ugye amiből 42 olyan személyre tudunk, akik már teljesen felépültek, 14 sajnálatos halálos áldozata van, és 472-en vannak megfigyelés alatt. Jelen pillanatban a kormány igazából mindenkit arra int, hogy senki ne pánikoljon. Bárkibe, akiben ott van bármilyen kétség, nyilván orvoshoz kell fordulni, meg hivatalos szervekkel kell egyeztetni, és a családokat, gyerekeket is nagyon sok helyen segítek ennek kapcsán, például, hogy
gyerekek ugye több helyen megkérdezték, hogy miért nem lehet iskolába menni, mikor megyünk már iskolába, stb. Ezeket próbálják úgy kommunikálni, hogy ez mindenkinek könnyen legyen emészhető. A várakozások, én azt mondom, hogy biztos, hogy ki kell most várni egy kicsit, mert ugye ez az egész elég friss, tehát múlt hét szombaton ütötte fel a fejét, ugye ez az egész dolog. És én azt gondolom, hogy ezért így egy-két héten belül bíz mindenki abban, hogy ez az állapot stabilizálódik. Pontosan egyrészt azért, mert az egészségügyi szakértők folyamatosan jelentik azt, ugye, hogy a felépülési arány, meg hogy az embereknek a különböző, azt mondom, hogy immunrendszeri készsége hogyan fogadja ezt a vírust, ugye ez látható, és sajnos egyértelmű, hogy a legmagasabb kockázatnak ugye az idősek vannak kitéve, és sajnos a halálos áldozatok is mind 60 feletti olyan emberek voltak, akik vagy krónikus, vagy valami elégzőszervi betegségben szenvedtek. Tény is volt, hogy elkapták gyerekek, tehát ez sem szápandítan bárki elkaphatja, a gyerekek nagyon abszolút jól vannak, tehát hogy nincs semmi gond, úgyhogy a kormány bizakodik, az emberek, megmondom őszintén, hogy ilyen nagyon normálisan állnak hozzá, mindenki próbálja nyilván követni azokat az előírásokat, ami most elő van írva, hogy mondjuk ne tűzsögünk egymás fejére, meg mossunk kezet, meg hogyha lehet, akkor mint egy influenza járvány idején is, tartsuk be azokat a dolgokat, amivel a másik embereket megtiszteljük. Tehát én azt gondolom, hogy a hozzáállást én itt élőként nagyon normálisnak tartom. Hát nem is tudom, hogy mit lehet ilyenkor mondani, hogy vírusmentes további napokat kívánunk, igen, vagy valami hasonlót. Meg hát akkor gyors túllépést ezen Olaszországban. Várjuk a száraz, hosszú, forró meleget, amúgy most nagyon szép napos idő van. Tehát várjuk tényleg azt, hogy így, hát ha a jó idő segítségével ez a vírus is el fog tűnni. Uh-huh. Nyilván ez most itt van, és ezzel szembe kell nézni. De azt gondolom, hogy józan ember észre kell vele szembenézni, úgyhogy így tenni. Kinga, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad mindezeket nekünk, és akkor tényleg sok szép napot kívánunk még nektek. Köszönjük szépen! Szakértői vonallal megyünk tovább, és egy picit mélyérásunk a dolgoknak a koronavírus kapcsán, és itt van velünk a vonalban dr. Jakab Ferenc virológus. Jó napot kívánok! Jó napot! Az első és legfontosabb kérdés, amit szerintem még nem hangzott el, de ön biztosan jobban tudja hivatalos forrásokból, hogy ez a koronavírus, ez még csak egy ilyen járvány, és nézzük, hogy merre terjed tovább. Vagy már mondhatjuk azt, hogy világjárványról van szó? Hát ez játék a szavakkal tulajdonképpen, azt kell mondjam. Ugye a WHO, tehát az Egészségügyi Világszervezet még nem rendelte el tulajdonképpen a pandémiát. Nem azt mondja, hogy ez egy pandémia, egy világjárvány. De tulajdonképpen, hogyha jól megnézzük, akkor szinte már mindenhol előfordult. Tehát mondjuk inkább úgy, hogy egy pandémia, egy világjárványnak a küszöbén állunk. Megmondom őszintén, hogy én tegnap nagyon sokat gondolkodtam, hogy na engem mi érdekel ezzel a vírussal kapcsolatban a legjobban. És ugye most már, hogy Magyarország környezetében is az országoknál jelentenek koronavírusos betegeket, igazából az merült fel bennem a legjobban, hogy akkor ez egy olyan betegség, amit valaki elkap, átesik rajta, és onnantól kezdve immunis rá, és soha többet nem betegszik meg. És akkor ma jött egy hír, ugye, hogy egy japán hölgy már másodjára is elkapta a vírust. Mi az igazság, vagy hogy lehet ebben így rendszert rakni? Nem tudjuk. Tehát ugye ezért a vírusi infekcióknál, amit eddig ismerünk, adnál sem egyértelműen általános az, hogyha megkapjuk, akkor egy életre tartó védettséget kapunk. Tehát van, aminél igen, van, aminél nem. Van, ami előjöhet. Ezt igazából nem tudjuk. Ennél a vírusnál nem tudjuk. Ez a nagy igazság. Én is olvastam ezt a hírt. Ott azért olyan adatokat mondtak, hogy egyik nap negatív, vagy pozitív, aztán utána pár nappal már negatív, és már haza is engedték. Én azért azt el tudom képzelni, hogy ott esetleg lehet valami a diagnosztikai tesztnek a működő elvégzésében is, de igazából tényleg nem tudjuk. Tehát én nem tudom, még nagyon keveset tudunk erről a kórokozóról, elképzelhető, hogy igen, de az is, hogy ez tulajdonképpen egy életen át tartó érettséget ad. Majd a járvány után lecsengő tulajdonképpen vérvizsgálatok és antitestvizsgálatok fogják erre a kérdésre a választ megadni. Szokták hasonlítani ezt a járványt a szezonális influenza járványhoz.
milyen különbségek vannak a kettő között? Tehát mennyivel veszélyesebb a koronavírus, vagy mennyivel kell és miért kell rá esetleg jobban odafigyelni, és mi az, amit esetleg túlreagálnak az emberek? Azt gondolom, hogy azért alapjában azt kell mondjuk, hogy ez egy veszélyesebb vírus és egy súlyosabb betegség, mint amit az influenza okoz. Azt látjuk, hogy a irodalmi, vagyis hogy az eddigi publikált adatok alapján kb. 80% a betegeknek az ilyen relatíve enyhe tünetekkel átvészeli. Azonban van egy 15%, akinél bizony súlyos tünetek alakulnak ki, és egy 5%, aki pedig kritikus állapotba kerül. Na most, hogyha ezt összeadjuk, akkor azt mondjuk, hogy ez a 15-25, az egy 20% a betegeknek, az biztos, hogy valamilyen fokú intenzív terápiás, vagy komolyabb egészségügyi ellátást igényel. Ilyet azért a szezonális influenzánál azért nem látunk. Nem kell azért persze túlreagálni, hát még egyszer mondom, hogy nagyon fontos adat, hogy 80% a beteg nyertetekkel készen jár, de azt gondolom, hogy mindenképpen súlyosabb, mint egy influenza. Terjedését tekintve ez egy ugyanolyan légúti, felső légúti okozó, tehát ugye úgy cseppfertőzéssel terjed. Azt látjuk, hogy viszont sokkal gyorsabban, tehát a terjedési dinamizmusa az igazából úgy tűnik, hogy azért gyorsabb és erősebb, mint az influenzáé. Tehát van hozzá hasonlóság is, és hát természetesen vannak éles ellentétek is, hiszen két különböző vírusról, két különböző kórokozóról beszél. Mi lehet a legrosszabb vagy legnegatívabb szkenárió, ha kivetítjük az eddigi terjedési ütemet a jövőbe? Nyilván ez sok mindentől függ, beleértve az időjárást, a hatósági rendelkezéseket, esetleges karantént, de mégis mi az, ami mondjuk a legnegatívabb forgatókönyv? A legnegatív forgatókönyv ugye az, hogy egy ténylegesen egy világjárvány alakul ki, és a lakosságnak egy jelentős része, egy jelentős százaléka megfertőződik. Nyilván egy része antitesttel fog rendelkezni, ellenálló lesz a vírusra szemben, egy része pedig hát elhalálozik és nem gyógyul meg. De tulajdonképpen elérjük azt a szintet az immunitásba, amikor a járvány kiég, lecseng, és vége lesz. Én azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon pesszimista jóslat. Nem gondolnám, hogy ez idáig el fog menni, de az biztos, hogy nagyon sok országban meg fog jelenni, és kisebb-nagyobb járványokat, ez mindig a hatóságok és az országnak a aktuális és gyors intézkedésén múlik, hogy ott milyen mértékű járványt fog kialakítani ez a vírus. Erre számítani kell, és számítani kell hozzá. Tulajdonképpen, hogyha már most azt mondom, amit az elmúlt napokban mondjuk így baráti társaságban beszélgettünk, és akkor mindenki mondta is sorolta, hogy mit olvasott az interneten, hogy hogy lehet ezzel ellen védekezni, hogyha mondjuk forró teát iszik valaki, vagy jaj, voltak... Jaj, ezt én soha azt most felejtik. Igen, meg mondok még mást is, bizarabbakat is, tehát hogyha szaunába megyünk, akkor a magas hőmérséklet, tehát hogy elhangzott ez, hogy a magas hőmérséklet, a meleg, az ki tudja ölni, vagy le tudja csillapítani ezt a vírust, de akkor ebben mi az igazság, és mi az, ami haszontalan, és dobjuk ki a kukába? Ezt se tudjuk. Hogyha úgy viselkedik ez a vírus, mint egy mondjuk így normális felsőlégúti orokozó és egy normális felsőlégúti vírus, mint például az influenza, akkor tudjuk, hogy mondjuk az influenza szezonja március vége, április közepe, de szépen lecseng, és nyára már se szerint, vagy se hie hamba nincsen az influenzára. Uh-huh. De nem tudjuk, hogy így viselkedik-e. Ugyanis ezt várnánk, mint felsőlégúti vírus, de azt is nézzük meg, hogy Iránba, Irakba, ahol azért meleg van, ott most terjed a vírus. Uh-huh. És ott is egy kisebb fajta gócpont, egy másodlagos terjedési láncolat alakult ki. Tehát megint ez egy ilyen kettős dolog, azt sejtjük, vagy abba bízunk talán inkább mondjuk úgy, hogy majd a száraz napos idő, a meleg következtében ez egy lecse, egy kicsit csökken, de ezzel meg az ellenkező oldalon ott vannak azok az országok, ahol bizony hát a meleg ellenére is terjed. Sőt, most úgy hallottam, hogy Dél-Amerikába is eljutott. Igen, Brazíliát mondták, említették.
Tehát, hogy ahol most, ez... most nyár van, vagy hát meleg idő van, ugye? Tehát, hogy... és ugye... szerint. Ehhez még azért hozzátenném azt is, hogy a trópusi országokban viszont nem, Afrikában szintén nem jelent még meg a vírus, szóval... Na, ez a másik, így van. Tehát ez is, ez meg ez ugye a mérlegnek a nyelvét arra az oldalra dönti meg, hogy valóban mégiscsak a hőmérséklet és a meleg azért biztos, hogy valamit segíthet. Nem tudjuk, tényleg nem tudjuk. Tehát olyan kérdéseket boncolgatunk, amire még a tudomány sem tudja jelen pillanatban a választ. Egy biztos, aki beteg, nem menjen szaunába. Tehát az össze fogod köhögni mindenkit, és akkor az egész szauna beteg lesz. Tehát ez mondjuk tudni. A karantén, a vesztegzár, ki hogy nevezi, ez miben segít? Tehát, hogy mondjuk elképzelek mondjuk egy pici, nem tudom, tegyük fel, Budapest egyik kerülete karantén alá kerül, és van benne mondjuk összesen 2 koronavírusos beteg, akkor az összes többi ember, aki benn marad ebben a karanténban, az számíthat arra, hogy megbetegszik, vagy pedig ez a célt szolgálja, hogy az a 2 se tudjon tovább mászkálni, kimenni, és senkit fertőzni, vagy bemenni. Tehát, hogy ez logikailag hogy kell elképzelni? Ez logikailag úgy kell elképzelni, hogyha ezt betartják, akkor ez jó. Tehát azért tegyük hozzá, hogy a karantén intézkedésekhez nem elég az, hogy én karantén intézkedéseket hozok, hanem azokat be is kell tartatni, és a lakosságnak a saját jól felfogott érdeke, saját maga és a környezete védelmébe, hogy ezeket az intézkedéseket be is tartja. Tehát amennyiben itt nézzük, Kínában úgy indult ez a vírus, mint a futótűz. Tehát gyakorlatilag olyan ívbe emelkedett föl a grafikonon az a görv, amit még életemben nem láttam. És most nézzük meg azért a karantén intézkedések, meg nyilvánvalóan ugye ezek a szigorú intézkedések szépen leplatózott, most már ugye egy pár százra. Na bocsánat, hogy közbevágok, de viszont, hogyha pontosan karantén alá helyezték ezeket a területeket, akkor hogy lehet, hogy Kínából kikerült ez a vírus? Úgyhogy mi a karantén előtt kijöhetett. Aha. Azon kívül pedig ne felejtsük, hogy Kínában nem zárták le hermetikusan, tehát azért ott mozogtak az emberek, és nem minden részt zártak le karanténnal, és azt se felejtsük el, hogy kirepültek, kijöttek, bementek, és nagyon sokan tünetmentesen van, enyhe tünetekkel vészelik. Uh-huh. Na most azok úgy hordják szét a vírust, ahogy csak akarják. Tehát azért itt van egy másik része is ennek a dolognak, hogy nem mindenki lesz súlyos beteg, hanem van egy már 1,8-2%-a a fertőzötteknek, sőt, most már bizonyos kutatók azt mondják, hogy ennél jóval magasabb százalék, akik tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel tudják ezt esetleg terjeszteni, ezt a betegséget. Arra még egyébként nincs egyértelmű bizonyíték, hogy aki mondjuk tünetmentes, az ténylegesen tovább is tudja adni, tehát van-e a szervezetben annyi olyan mennyiségű vírus, amivel képes legyen tovább adni, de ha igen, akkor viszont ezek az emberek, akik onnan gyakorlatilag kijutottak, és nem a karanténból, hanem olyan területekről, ahol már van fertőzés, de még nem volt karantén, és ők mondjuk nem érezték rosszul magukat, nem voltak betegek, átestek a hőmérsékletmérésen a reptére, és simán elutaztak bárhol, miközben esetleg fertőztek. Tehát bizonyos kutatók azt mondják, hogy az adatok ellenére, hogy Kínában a 2/3-át fel se derítették, mert vagy nem diagnosztizálták, vagy nem került be az egészségügyi ellátórendszer látókörébe, vagy egyszerűen olyan nehéz tüneteket, vagy tünetmentesek voltak, hogy nem is merül fel bennük a koronavírus fertőzés. Tehát ez egy nagyon összetett dolog. Ugye eddig globálisan beszéltünk erről a témáról, de ha szubjektív irányból megközelítjük, tehát az egyén szempontjából, mit tehetek én, vagy mit tehetünk mi otthon a családunkban, vagy a saját életünkben annak érdekében, hogy minimalizáljuk annak a veszélyét, hogy ezt a vírust elkapjuk? Rengeteg mindent. Tehát első képet innénk, hogy mennyi sok mindent. Ugye alapvetően mi azt szoktuk mondani, hogy nincs okunk sem pánikra, sem félelemre, hiszen hazánkban még egyelőre regisztrált beteget nem mutattak ki. Nagyon csodálkoznék azon, hogyha ez nem következne be, de egyelőre még tulajdonképpen Magyarország vírusmentes, mondjuk így. De fel kell készülnünk arra, hogy mi lesz akkor, ha lesz eset, és fel kell készülnünk arra is, hogy mi lesz akkor, hogy járványa. És ez a lakosság szempontjából és a lakosság tájékoztatás szempontjából nagyon fontos. Ugye alapvetően több pilléren el a dolog, mi lakosok, mi emberek nagyon sokat meg tudunk tenni a vírus terjedésének
csökkentésére vagy megállítására. Ilyenekre gondolok, hogy alapvető higiéniás szabálybetartása. Rendszeres, naponta többszöri szabályos szappannal történő kézmosás. Nem mindenkinek evidens. Ezek után kézfertőtlenítés. Tüsszentéskor ne a tenyerünkbe tüsszentsünk, homisból utána megfogjuk a kilincset meg másik ember kezét, hanem tüsszentsünk zsebkendőbe, tüsszentsünk a könyökhajlatukba, hogy nincs nálunk zsebkendő. Nagyon furcsa dolgot fog mondani, az üdvözlési szokásainkat célszerű megváltoztatni, tehát nem kell feltétlenül kezet fogni, és nem kell, főleg nem kell minden második embernek puszítani az utcán, akivel találkozunk. Hogyha tudjuk azt, hogy el tudunk jutni mondjuk a célállomásra, vagy éppen igyekszünk, gyalog is, és szép napsütéses tavasz idő van, akkor ne szálljunk a tömegközlekedésre, induljunk el 10 perccel korábban. Tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog, és még sorolhatnánk rengeteg ilyen dolgot, amivel tulajdonképpen az alapokat megtéve meggátolhatjuk, vagy csökkenthetjük a fertőzés lehetőségét, vagy annak a terjedését. Nagyon sokan tapogatjuk az arcunkat. Ha észrevették önök is, mindenki, a hallgatók is, észre se vesszük, nyúlunk az arcunkhoz különböző dolgok miatt. Szánkba vesszük a toll végét, a szemüveg szárát. Na ezek azok, amire le kell szokni. Hát nagyon érdekes volt, és azt hiszem, hogy nagyon informatív ez az elmúlt pár perc, úgyhogy nagyon szépen köszönjük dr. Jakab Ferencnek, hogy időt szánt ránk, és hát reméljük, hogy ez a sok megnövekedett munka, amit most az elmúlt napokban önök kaptak, ez nem sokáig fog így tartani ebben a szituációban, tehát hogy ne kelljen sokat erről a vírusról beszélnünk, és hát az előző vendégünknek azt mondtam, hogy vírusmentes napokat kívánok, úgyhogy öntől is így tudok búcsúzni, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Hát ez, ne, a vírusmentes napokat nálunk azért kicsit nehéz lesz megvalósítani. De maradjuk, hogy koronavírusmentes. Úgy van. Az sem lesz egyszerű. Így legyen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nos, Ebi, hogy érzed magad ezután a beszélgetés után? Megnyugodtál? Mondjuk én eddig sem voltam különösebben ideges. Költői kérdés volt. De tényleg, ahogy mondtad, nagyon informatív volt, tehát azt gondolom, hogy a hallgatók vagy az olvasók azok már ilyen kis virológussá kezdenek válni ebben a témában, és viszont az is egy érdekes tapasztalat, hogy azért ezek, amikre utaltál, hogy ilyen otthoni praktikák, hogy meleg teát kell inni, meg szaunában menni, meg minden, ez annak ellenére tartja magát, vagy ezek annak ellenére tartják magukat, hogy egyébként meg mindenhonnan az folyik, hogy mi a helyzet a vírussal, meg mit kell csinálni, úgyhogy azt gondolom, hogy nem haszontalan. Ezt hogy mondta az előbb a doktor úr, hogy ne tegyünk az arcunkhoz bizonyos tárgyakat, és én rendszeresen ehhez a mikrofonhoz hozzá szoktam dőlni, úgyhogy innentől kezdve nem szabad, vagy ilyen maszkba kell majd beszélni. Hát az egy dolog, hogy te hozzáérsz, csak hogy más ne érjen utánad hozzá. Ja. Tehát, hogy... Egyébként megmondom őszintén, hogy engem a Kingának a beszámolója nyugtatott meg nagyon, tehát hogy ő ott él tulajdonképpen test közelben, ahol a koronavírus, hát úgy mondjuk, hogy terjed, és nagyon nyugodtan számolt be a történtekről. Tehát, hogy nekem ahhoz képest én másra számítottam tőle. Hát ugye egyrészt olaszok, tehát... Ja, igen, mivel a vida. Mi meg magyarok vagyunk, ahol akkor is pánik van már, amikor még vírus nincs. Hát egy kicsit változtassunk akkor a mentalitáson. Igen, de én azzal tudok így, hogy mondjam, az elmúlt napoknak a sok-sok telefonálása, meg utána olvasása után egyetérteni, hogy gyakorlatilag ez a vírus kicsit olyan lesz, mint egy influenza vírus. Tehát egyrészt akik elkapják, azok jó eséllyel immunissá válnak, lesz védőoltás, előbb-utóbb ugye az is hír, hogy már ezt tesztelik, ennek a beta verzióját. Szóval, hogy ez le fog csengeni. Az igazi kérdés az az, amit egyébként a hetek összeállításban is megemlít Pontfalus Ferenc, a korábbi tisztifőorvos, hogy van egy olyan vírus, ami a madár influenza vírusa. Uh-huh. 15-ször nagyobb a halálozási aránya. Egy szerencsénk van, hogy az a vírus még ember és ember között nem tud terjedni, viszont nagyon labilis, ami azt jelenti, hogy nagyon könnyen mutálódik, és ugye ez a fajok közötti átlépés, ez pontosan mutációval történik. Tehát azt mondják a szakemberek, hogy ha ez a vírus esetleg úgy találna mutálódni, hogy ember és ember
ember között tud terjedni, az már egy igazi és nagyon komoly vészhelyzetet eredményezne. Szóval lehet, vagy hát ne így legyen, de ugye az is elképzelhető, hogy ez egy úgymond bemelegítés. Nyilván ne így legyen, de azért a történelmet végignézve rendszeresen bukkantak föl járványok, és nyilván ma már más az egészségügynek a felkészültsége és állapota, de inkább, ahogy Cromwell mondta, bízunk Istenben, és tartsuk szárazon a puskaport. Így van. Jó, hát ez remek végszó volt, úgyhogy köszönjük szépen. Annak ellenére, hogy egy pár percig megnyugodtam, most megint elkezdtem aggódni a madárinfluenza miatt. Semmi gond. Akkor váltsunk témát, mert hogy a hetekben nem csak a koronavírusról írtunk, de azért még sok más rengeteg érdekes cikk van benne. Úgyhogy például párat említek csak, van egy, elindítottunk most egy cikksorozatot, ami arról szól, hogy a kommunista hatalom itt Magyarországon hogyan tartotta szemmel, és figyelte meg mondjuk az egyházakat, és ebbe ugye nagyon sokan volt, aki belerokkant, volt, aki túlélte, és abszolút ellene tudott állni ennek a hatalmi nyomásnak, úgyhogy erről indul egy cikksorozat, ez egy nagyon érdekes történet, érdemes lesz elolvasni. Billy Eilish is. Nem tudom, hogy melyik korosztálynak ismerős ez a név, bár ma engem már lekoravéneztek, vagy nem is tudom, hogy mit mondtak rám. Pedig én azért tudom, hogy ki az a Billie Eilish, de úgy látszik, hogy még így is elég vén vagyok hozzá. Szóval ő egy olyan 18 éves lány, hölgy, aki rettenetesen nagy hatással van a mai Z generációra, és abszolút megtestesítője mindennek, ami lázadás és anti. Úgyhogy róla van egy érdekes portré, el lehet olvasni, hogy miért lázad ő tulajdonképpen a világ ellen, és ez miért képezi le a ma élő fiatal generációt, és miért testesíti meg őket egy szemében. Úgyhogy erről is lesz, van egy nagyon érdekes cikk, de még emellett rengeteg minden külföldről, belföldről, és egyébként színes olvasnivalók is vannak, úgyhogy én nem húzom tovább a kedves hallgatóknak a figyelmét, idejét, hanem szaladjanak az újságárusokhoz, és vegyék meg a heteket. Hogyha valaki esetleg be akar zárkózni a kis négy fal közé, akkor egy nagyon jó társ lesz ez a hetek a hétvége folyamán, úgyhogy hát ezzel kívánunk mindenkinek nagyon szép és nyugodalmas délután testént a viszonthallás, és hát nagyon szépen köszönöm a Sebestyén Istvánnak itt a partnerséget a kérdésekben, meg az információkat. Úgyhogy mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok. Kellemes rádiózást, minden jót. Ez volt.